Az első emberpár, Ádám és Éva, egy gyönyörű kertben éltek, amit Isten számukra készített. A sátán azonban megjelent ravasz kígyó képében, és megkísértette Ádámot és Évát. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy nem szabad ennetek ezeknek a fáknak a gyümölcseiből? Kérdezte a kígyó Évát. Csak erről az egy fáról nem szabad itt, középen, felelte Éva. Ha eszünk belőle, meghalunk. Dehogy haltok meg, mondta a kígyó. Isten azért nem akarja, hogy egyetek arról a fáról, mert akkor olyanok lesztek, mint ő. Minden tudni fogtok, amit ő tud. Éva evett a gyümölcsből, és adott a vele lévő Ádámnak is. Ádám is evett belőle. Abban a pillanatban megtudtak olyan dolgokat, amiket addig nem tudtak. Az egyik ezek közül az volt, hogy rájöttek, mesztelenek. Faleveleket fűztek össze, hogy eltakarják magukat. Azelőtt sohasem éreztek félelmet vagy szégyent, így rájöttek, hogy valami nincs rendben. Ádám! Éva! Szólította őket Isten. Elbújtunk, felelte Ádám. Mesztelenek vagyunk. Ezt azért tudjátok, mert ettetek arról a fáról. Sóhajtott Isten. Aztán Ádám Évát hibáztatta, Éva pedig a kígyót okolta. Isten így szólt. Kígyó, ezen túl a hasadon kell csúsznod. Egy asszony fia le fog győzni. Éva, a gyermekszülés fájdalmas lesz számodra. Ádám, a föld megművelése fáradtságos munkádba fog kerülni. Aztán Isten ruhákat készített Ádámnak és Évának, és kiűzte őket a kertből. Egy angyalt állított oda, aki lángoló karddal őrizte a kertet, így nem tudtak visszamenni.